Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm az Enigma nézőit, és megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Kiss Benedek József nemzetbiztonsági és közel-kelet szakértőt. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Köszönöm, hogy eljött. A napokban kirobbant török-kurd háború újra véres és fájdalmas aktualitással veti föl a menekült státusznak a kérdését, illetve fölveti annak a kérdését is, hogy újabb menekült hullámok várhatók-e Európában. Mielőtt jósolgatásokba kezdenénk, azt kérem, hogy legyen szíves, térképezze föl újra a nézők számára, illetve számomra is, hogy melyek azok a úgymond betörési pontok Európában, ahol jellemző módon tömeges menekült áradat szokott áramleni a kontinens felé, illetve hogy milyen nemzetközi szerződések szabályozzák a menekült táboroknak a kérdését, főleg itt az európai és a török szerződésre, megállapodásra gondolok. Hát igen, azt hiszem ez a téma sajnos ismét aktuális lett. Ennek az egyik oka az, hogy megnőtt a Európába érkező menekültek száma, és elég sok irányról beszélhetünk, tehát egyrészt mondhatjuk azt, hogy a hagyományos irányok továbbra is megmaradtak, tehát így Afganisztán, Irán, Irak, Szíria, illetve az afrikai térségből, különös tekintettel a Száhel-övezetről, tehát a egyenlítőtől délre, vagy az egyenlítő környékén lévő országokból érkeznek többen menekültek, és hát ami a helyeket illeti, arra azt tudom mondani, hogy új különösebben nem jelentkezik, legfeljebb a különböző helyeken érkező menekültek számának a változásának vagyunk tanúi. Hát itt figyelembe kell azt venni, hogy milyen menekült útvonalak alakultak ki. Egy fontos menekült útvonal Európában az úgynevezett nyugat-balkáni menekült útvonal, ahol hát főként Törökország irányából a török-európai megállapodásnak köszönhetőleg viszonylag szabályzott formában. Azért mondom, hogy viszonylag szabályzott formában fölmerül a kérdés, hogy vajon meddig marad ez a 2016-ban kötött Európai Uniós Törökország közötti megállapodás. És hát itt alapvetően Törökország-Görögország között, különös tekintettel a szigetekre, tapasztalunk egy nagyobb mozgást. Kisebb, de rendszeresen találkozunk mozgással Bulgárián keresztül, még úgy is, hogy ott építettek kerítést a bolgár-török határon. Aztán utána ezek különböző irányokban elmennek, de nem csak a Balkára, hanem még esetleg azt is lehet tapasztalni, hogy Oroszország felé a földközi tengeren is kerülnek át emberek, és onnan is jönnek. Tehát ez a szárazföldi útvonal, ugye ez a nyugat-balkáni útvonal. Ez az úgynevezett szárazföldi jellemzően útvonal, részben szárazföldi, mert az égei tengeren azért csak átjönnek valahogy. Tehát de részben. Törökország, Bulgária, Szerbia útvonal talán a legjellemzőbb, ugye? Igen, ezt lehet mondani, de hát Szerbia annyira nem, mert Szerbiától Magyarország felé nehezebben jöhetnek, jönnek, mert itt is emelkedett a érkezők száma, és ez majd hatással van arra, hogy innen hova mennek, és milyen intézkedés hoznak a környező országok, egész konkrétan Ausztriára gondolok. Ez a 16-os megállapodás, ez nyilván a 15-ös nagy hullám következménye, ugye, amelyik jó részt ezen a szárazföldi, vagy részben szárazföldi útvonalon. Azt mondom, hogy alapvetően igen. Történt. Csak hát, hogyha a nyugat-balkáni útvonalat nézzük, Görögországból azért több irány van. Görögországból mehetnek Macedóniába, Észak-Macedónia ugye a neve, illetve hát onnan mehetnek tovább, akár Albánia felé is egy másik útvonalon, és Albániából természetesen Horvátország, és Horvátországból mennének át Szlovéniába, illetve az Európai Unió felé, vagy közvetlen Ausztrián keresztül, vagy még átvenni Olaszország felé, mert ott is van mozgás, nem is olyan nagy, mert azért ott szintén elég nagy hegyek vannak, de próbálnak Szlovéniából nyilván legjobban járható utakon átmenni Ausztriába, és onnan tovább Németország felé, bár Ausztriára azt lehet mondani, hogy ott is sokan maradnak már tulajdonképpen, ha nem is befogadó ország annyira, de azért csak oda is mennek. Jó helyen, akik nem tudnak tovább menni. Tehát részben célország is Ausztria. Célország és tranzitország egyszerre. Így van, és kihagytam még a Montenegró kérdését, mert Montenegróból is jönnek, és Montenegróból tovább mennek szintén Horvátország, illetve
Szlovénián keresztül Nyugat-Európa irányában. Akik aztán elcsúsznak jóval kisebb számban, azok mennek Szerbia felé, és Szerbiából vagy Románián át Magyarországra, vagy közvetlen Szerbiából Magyarországra viszonylag kisebb számban, de azért ezt lehet látni és tapasztalni, hogy az utóbbi időben ezeknek a száma növekedett. Tehát ez egy fontos útvonal, és jelenleg azt lehet mondani, hogy ez az útvonal a legerősebb. Azt sem mondom, hogy túlzottan sokáig fog ezt tartani, de abban sem vagyok biztos, hogy nem fog teljesen megváltozni, és még intenzívebbé válik. Miért? Hát ebben benne van az a helyzet, ami most jelenleg az Európai Unió, illetve Törökország között van, az a 2016-os megállapodás megtartása, felmondása, mert ez lényegesen megváltoztatja a helyzetet, illetve hát az a háború, ami elindult Törökország, illetve a kurdok között, Szíria északi részén, nyilvánvaló, hogyha ez a harccselekmények sorozata elmélyül, akkor még több menekült várható. Ezen az útvonalon, mert azért csak át tudnak ott menni egy jó páran Törökországba, és Törökországból meg jönnek szokásos útvonalon, hát elsősorban a görög szigetekre, ahol viszont tényleg komoly nagy problémák vannak, mert a szigetekről behozni a szárazföldre, Görögország szárazföldi részére nem egy egyszerű dolog, és hát most már azt lehet mondani nyugodt lélekkel, hogy szinte elviselhetetlenül vált az élet a görög szigeteken. Na most Görögországban van durván 60-80 ezer menekült. Kérdés az, hogy ezekkel mi legyen, mert ezek nyilván úti célként nem Görögországot határozzák meg, rendkívül türelmetlenek, rendkívül idegesek, és hát hogyha szigetekről elszállítják őket a kontinentális Görögországba, akkor nekik az első törekvésük az, hogy hagyják el Görögországot, és menjenek minél előbb külföldre. Ha a mostani időszakot nézzük, akkor még figyelembe kell venni azt, hogy az időjárási viszonyok ugye egyre inkább rosszabbak lesznek, ahogy haladunk a tél felé. Ők milyen státuszban vannak most egyébként? A legváltozatosabb státuszban van, aki a háború elől menekült. Ezek elsősorban mondjuk szírek, és ha folytatódik ez a folyamat, akkor ilyenek lesznek még többen, akiket a nemzetközi megállapodás értelmében ugye be kell fogadni, ez minden ország el is fogadja, el is ismer, ez más kérdés, hogy megteszi vagy nem. A másik, és ez a több, a gazdasági menekültek. Tehát tudom, Afganisztánból például, akik jönnek, meg sok-sok országból, Bangladestől kezdve, sok-sok országból jönnek, akik ugye a jobb élet reményében, vagy a nyugat-európai országokban megszokott szociális háló kihasználása mellett szeretnének máshol letelepedni és új életet kezdeni. Aztán lehet, hogy csak olyanok is vannak, akik a szociális hálót akarják élvezni, nem feltétlenül akarnak dolgozni, és nem feltétlenül akarnak beilleszkedni. A görög hatóságok hogy tudnak megbirkózni ezzel a helyzettel? Nehezen tudnak megbirkózni, és azért igyekeznek, ezt tulajdonképpen 2015 óta lehet tapasztalni, megszabadulni tőle, tehát minél előbb menjenek el Görögországba. Hova menjenek, az nem érdekli őket. Hát tudjuk azt, hogy a egyezménynek van egy olyan része, Törökország és Görögország között, hogy szír állampolgárokra vonatkozóan, ha azokat visszaadják, a görögök a törököknek visszaadhatják, amennyiben ugye tulajdonképpen itt egy cseréről van szó, de ez most nem működik ez a megállapodás, mert a törökök nem veszik vissza a Görögországban lévő szírmenekülteket, azért, mert Görögország, amikor Törökországban volt a puccs, akkor befogadott 8 politikai menedékjogot kérő katonát, és ezt nem adta vissza a törökhoz. Törökök kérték hivatalosan, két NATO országról beszélünk. Kérték, hogy adják nekik vissza, amire azt mondták a görögök, hogy nem, mert Törökországban kivégeznék őket, tehát ők politikai menedékjogot adnak. Uh-huh. Ezért a törökök azt mondták, hogy Görögországban senkit nem fogunk visszavenni, aki egyébként az egyezményben szerepel, hogy ők kötelesek visszavenni. Hát azért ez egy intermezzo, de... Hát igen, ez elég törökös megoldás. Hát ez a török-görög szerelmet mutatja tulajdonképpen, hogy soha nem volt nagy aztán. Jó, de hát most a nemzetközi nyomásra nem lehet ezt megváltoztatni. Törökország is aláírta ezt az első biztonságos ország egyezményt, nem? Tehát, hogy oda kell vissza irányítani abba a be... Igen, igaz, hogy
nem Európai Uniós tagország, tehát kétséges, hogy mennyire vonatkozik rá. Hát amit aláírt, az vonatkozik rá. Hát és aláírta ezt a Törökország? Ez nem mint Európai Uniós ország, hanem Törökország, mint részes ország, írta alá az Európai Unióval. Tehát akkor vonatkozik rá. Azt mondja, hogy tehát azt nem mondhatja azt, hogy nem, akkor mindenkire vonatkozik, Görögországra nem vonatkozik, igen, mert görögöket hát nem szeretem. Ez a törökös megoldás. Ez olyan törökös megoldás. Sajátos módon oldják meg, de hát ez a kisebbik probléma, tehát mondjuk emiatt olyan borzasztó nagy gondra nem keletkezik. Itt amiatt keletkezett gond, hogy a törökök ezt a megállapodást most egy kicsit arra használják ki, részben jogosan, részben nem, hogy zsarolják az Európai Uniót. Igen. Mert ők azt mondják, hogy hát most már ide ellene kifizetni azt a pénzt, ami 2018-ban járt, és ki kellett volna fizetni, az 3 milliárd euró. És azt még nem kapták meg, mindet maradéktalanul. Most nem látom a könyvelést, nem tudom, hogy mennyi ment és mennyi nem ment, mire fordították és mire nem, mert ezek ilyen pántlikázat, tehát célirányos projektpénzek, és hát nyilván ezeket a menekültek ellátására kell felhasználni. Van valami hivatalos indoklás az Európai Unió részéről, hogy miért tartották vissza ezt az összeget, vagy ennek az összegnek egy részét? Hát azt mondják, hogy nem fogta vissza az összes menekültet, mindent lehet mondani, hát olyan nincs, hogy légmentes határok is. De ennek ez volt a feltétele? Tehát a szerződés szabályozta azt, hogy... Benne volt, hogy Törökország meg... Hermetikusan lezárni? Hermetikusul nem volt szabad. Hát azért nem is lehet. Nem is hermetikus lehet. Határzár az mesébe létezik, de ugye egyébként... De akkor volt valami tűrés küszöb, valami százalék megad, vagy mennyi még megengedett, vagy elfogadott? Visszafogadja, illetve nem engedi át Törökország országán a menekülteket Görögország felé, hogy most mennyit igen, meg mennyit nem, erről nem volt szó. Nyilván ezt nem is lehetett mondani, meg azt sem lehet mondani, hogy minden menekültet, mert ez lehetetlen. De innentől kezdve, ugye hát ez értelmezés kérdése, és vita. És ez vita, ez gumiszabály, így van. Az egyik így értelmez, hogy ez is túl sok, ami átjött, a másik meg azt mondja, hogy nem, mert ez a minimuma, ennél kevesebbet nem lehetett, mert ugye nem. És a törökök azt mondják, hogy hát ígértetek ugye 6 milliárdot, 3 milliárdot még nem kaptuk meg, amit 2018-ban kellett volna megkapni, tehát itt hiány van. Egyébként tudjátok róla, kedves Európai Uniós barátaink, hogy mi 12 milliárdot fordítottunk a menekültek ellátására, mondja Törökország. Ezt tudják igazolni is egyébként? Nem tudom, hogy mivel tudják igazolni, ők ennyit mondanak. Hát azért ne felejtsük el, és hogyha az ember ebbe belegondol egy kicsit mélyebben, akkor azt látni kell, hogy mekkora problémát okoz egy 500 milliós Európai Unióban az a 1 millió 400 000 menekült, ami érkezett, és Törökországban van közel 4 millió. Igen. Tehát azért itt azért gondoljunk bele, hogy ez mit jelent. És micsoda ellátás kell, és micsoda táborokat kell építeni, függetlenül, hogy ki segít és ki nem segít ebben a folyamatban, de azért valahol meg kell érteni a törököket is, ugyanakkor azt is tudjuk, meg ismert dolog, hogy hát akik átmentek Szíriából Törökországba, azok között a törökök válogatnak, és azt mondják, hogy mi a szakmád, öcsém. Ja, hogy mérnök vagy, orvos vagy, villanyszerelő vagy, ilyen szerelő vagy, olyan szerelő vagy, mehetsz ide, biztosítunk neked állást. Hát Németország ugyanezt akarta. Mindenki ezt akarta, a britek is ezt akarták. A britek olyasmit mondtak, hogy ők oda mennek a helyszínre repülőgéppel, és válogatnak az emberek közé, és aki nekik jó, viszik Nagy-Britanniába. És majd, hogyha eljön az ideje, megadják nekik az állampolgárságot. Ez kivitelezhető? De a munkát meg is csinálták, tehát Görögországba elvittek ők egy jó pár embert, persze. Kivitelezhető, hát hogy most ez erkölcsös, vagy szép, vagy nem szép, azzal lehet vitatkozni, de kivitelezhető. Na most Törökország is válogat. Tehát nagyon sok olyan embert, akik Szíriából átmentek háború miatt Törökországba, azok között ők válogattak, és jó néhánynak biztosítottak állást. Na most megkérdezem én ezek után, hogy elképzelhető-e az, hogyha Szíriában rendeződik a helyzet, vizetés viszonyok között Szíria és Törökország között elég nagy a különbség. Hogy ezek vajon törekszenek-e arra, hogy visszamenjenek majd Szíriába? Szíriának egy nagyon komoly szakember gárdáját gyakorlatilag ez a háború elvittek. Világos, tehát az agyelszívásnak ez is egy minősített speciális esete. Igen, csak az értelmiséget esete. Természetesen örömmel szerette volna látni az Európai Unió számos tagállama. Ugye hát ez már köztudomásban lerágott csont, hogy a jól képzett szíriai orvos, ugye mindenki szíriai orvos szeretett volna lenni, meg mindenki szíriai orvosokat szeretett volna befogadni az országába, de hát nem mindenki szír orvos, ugye? Nem. És vannak
mérnökök, tanárok, stb. De hát... Nem ez a többség, azt kell mondani. Azért nem ez a többség. Nem ez a többség, és na mindegy. Másrészt pedig hát ezeknek az embereknek mégiscsak Szíria hazájuk. De hát ugye, és ugyanakkor nem csak gazdasági okok vannak, hát van, aki érzelmi okokból szeretne visszatelepülni, hogyha rendeződik a hazájában a helyzet, nyilván. Van, aki pedig nem, mert letelepedett már egy másik országba. Igen, igen, ezt másképpen kell megközelíteni, ezzel én egyetértek, mert tulajdonképpen ez nem csak a szíreknél van így. Ez ugyanígy volt régen Németországban, amikor a vendégmunkások mentek Törökországból. Pontosan. Akkor se arról volt szó, hogy ezek beilleszkednek, és majd ezek törökként Németországba, vagy beilleszkedve német állampolgárt fognak élni. Hanem majd ingáznak. Nagyon sok volt közöttük olyan, aki azt mondta, hogy én nem megyek vissza Törökországba, jól élek, jó fizetésem van, én itt el vagyok. Sokan azt mondták, hogy kimegyek 5 évre, 10 évre, 8 évre. Megszedem magam. Megszedem, megyek haza, veszek egy kis üzletet, jó. És nagyon jó el vagyok Törökországban. Tehát itt különböző nézők. És voltak ingázók is. Most is, és voltak ingázók. És természetesen ugye a többség letelepült, és már második, harmadik generációs török-német, vagy német-török állampolgárok születnek. Megkapták az állampolgárságot, és a gyerekeiknek, unokáiknak már német identitásuk van. Nem mindenki terrorista. Német az anyanyelvük. Azt akarom mondani, hát ez teljesen természetes. Persze, hát ez föl sem merül. Más helyzet. Na most ez a megállapodás pillanatnyilag, hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy recseg ropog itt az Európai Unió és Törökország között, és tulajdonképpen visszagondolunk, és 2016-ban, hogy hogy jött létre. Ezt nem is az Európai Unió dolgozta ki, hanem németek dolgozták ki. Merkel asszony tárgyalta le, de a szerződést a török kormánnyal azt az Európai Unió bizottsága kötötte, tehát mondjuk egy EU-török szerződés. Mit tartalmaz ez a szerződés azon kívül, hogy mi fizetünk azért, hogy ti menekültáborokat építsetek, tartsatok fönt, üzemeltessetek, de ennek az a feltétele, hogy tartsátok ott a menekülteket, és ezek ne jöjjenek át Európába. Ezen kívül... Ez mondjuk a legfontosabb. Ez a legfontosabb nyilván. Ugye még két fontos dolog van, amit meg kell említeni. Az egyik az, hogy megígérte az Európai Unió, hogy hogy az Európába jönni akaró török állampolgárok vízummentesen jöhetnek Európába. Úgy, ahogy az Európai Uniós állampolgárok jelentős része vízummentesen mehet Törökországba. Ez nálunk is így van. Na most nem került betartásra, ebből semmi. A harmadik dolog, ami ebben a megállapodásban benne van, és egy lényeges kérdés, az, hogy Törökország Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait felgyorsítják, és elővesznek több olyan fejezetet, amelyet végig tárgyalnak, és valahol látjuk a fényt az alagút végén. De bocsánat, tehát ezt nem tudom, tehát egy európai nézőpontból ez úgy tűnik, hogy soha senki nem gondolta ezt komolyan, hogy Törökország valaha is az Európai Unió tagja lehet, különösen Franciaország, úgy tudom, különösen Franciaország van azon az állásponton, hogy szó sem. Tisztelettel megkérdezem, hogy miért kötünk ilyen megállapodást. Pontosan ezt akartam. Eleve a megállapodás aláírásuk, tudjuk ezt éppen nem akartam, betartani. Így van, éppen ezt akartam kérdezni, mint ahogy a vízum megállapodással is ugyanez a helyzet, hogy mi azért szeretünk utazgatni Isztambulba, meg a Török Rivierára, meg nem tudom, és nekem ilyen körülményes vízum engedélyeket szereznünk, meg drága, meg stb. Ja, de hát ide azért ne jöjjenek. Tehát ez vice versa nem működik, mert hát ide elárasztanak bennünket a törökök, és akkor majd mi lesz? Na, ezért mondom azt, hogy tehát ez a megállapodás kell... recseg ropog. Így van. És most ezt lehet tapasztalni. Ez azért politikai felelőtlenség volt, ugye olyan ígéreteket tenni, amit csak félig vagy félig se gondoltak komolyan. Már ígéret megtételekor tudjuk, hogy ebből nem lesz semmi. Így van. Hát ez volt, hogy akkor még 2 vagy 3 új fejezetet nyitnak, azóta sem történt ebbe különösebb előrelépés, mert ezek, mondanom sem kell, hogy a lényeges dolgokat tartalmazzák, tehát jogharmonizáció, ennek az elismerése, európai dolgoknak az átvétele, ami hát még hogyha megnyitnák ezeket a fejezeteket, és igen sok vitát gerjesztene. Mondjuk úgy több évtizedes távlatot tennének. Több évtizedes távlatot, tehát tulajdonképpen ezért mondom azt, hogy recseg ropog ez a megállapodás, és lehet azt látni, hogy ezzel a török elnök, különösen, hogy a török gazdaság helyzete nem kifejezetten rózsás, próbál revolverezni az Európai Unió felé, és hát azt mondja, hogy ha ti nem tartjátok, akkor mi se. Ha gondoljátok, akkor néhány millió embert átküldünk, na most képzeljük el azt a Görögországot, ahol most van 60 ezer ember. És még, már az is szinte megoldhatatlan problémát. Szinte el sem tudom képzelni, hogy mondjuk a szigetekről hogyan tudnák ezek bemenni, vagy hogyan tudnák lezárni. Nyilván,
a görög hadsereget például bevetnék egy ilyen célra. Le lehet azért zárni, Görögországnak nagyon erős a hadsereget. Görögországnak nagyon erős haditengerészet, tehát oda be nem jönnének mondjuk török hajók a szigetekre, ha ezt Törökország úgy akar, vagy Görögország úgy akarja, de hát nehogy ebből mondjuk legyen egy görög-török háború, tehát itt azért sok minden van, és hát tudjuk azt, hogy évtizedek óta tulajdonképpen a török-görög csatlakozás óta a NATO az, amelyik próbálja visszafogni a két ország közötti ellentétet. Tehát, hogyha van valami, akkor leültetik őket Brüsszelbe, és hát átbeszélik a rendezésre váló kérdéseket. Hát még az a szerencső, hogy mind a két ország, NATO tagország, mert legalább van egy közös nevező. Na nem teljesen véletlenül vették fel őket, igaz? És közben még ugye ott van Ciprus problématikája, Ciprus megosztottsága, Észak-Ciprus, amit egy ország ismer a világon, az Törökország. Ott van egy másik, szintén geopolitikai és gazdasági jellegű probléma, az új gázmezőnek a felfedezése, földközi-tenger keleti térségében, amiben megint vita van. De sok ország benyitotta rá az igényét. Sok országnak fáj a foga arra, természetesen, és mindenki azt mondja, hogy hát ez az ő területe, meg hát most a törökök elkezdtek ott illegálisan furkálni, fúrótornyokat vittek hajóval, ugye, és próbálnak Észak-Ciprus mellett gázt vagy olajat, nem tudom melyiket keresni, és hát nyilvánvaló igényt tartanak erre. Tehát itt azért ebből még most nem, de belátható időn belül elég sok probléma fog keletkezni, ami mondjuk nem migráns téma, nem a migrációhoz tartozik, de egy gazdasági ellentét, egy feszültségforrásnak az alapja. Tehát a 2016-os EU-török megállapodás elsősorban erre a szárazföldi útvonalra vonatkozik, amit tud blokkolni vagy fékezni Törökország, de ugyanakkor ugye zsilip funkcióként is tudja ugye ezt nyitogatni, és a zsarolási potenciálként sem áll tőle távol, hogy használja. Igen, hát még nem mentünk tovább, most még itt vagyunk az első. Igen. Az első útvonalon. Nézzük ugye? Meg a többi útvonalat. Még ehhez hozzá szeretnék fűzni egy-két olyan dolgot, hogy az ennek van folyamadványa, mert úgy szépen elbeszélgettünk Törökországról, meg Görögországról, de a balkáni útvonalnak a további problémáját nem részleteztük, már pedig nagyon komoly. A tranzitországok. A tranzitországok. Igen. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy ugye a nyugat-balkáni országoknak a gazdasági helyzete hát jónak nem nevezhető, Bosznia-Hercegovinában, ami egy átmenő ország, nagyon rossz a helyzet, szintén rengetegen vannak. Na most tudjuk azt, hogy Bosznia-Hercegovinából a bosnyák része, ahol muzulmánok laknak, eredetileg ezeket a menekülteket szeretettel fogadták, befogadták a házukba, hát testvérek, semmi probléma nem volt. Csak hát ugye, mint a jó magyar közmondás mondja, hogy akármilyen kedves vendég, három napig, untig elég. Na most, hogyha ezek évekig ott maradnak, akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen testvérkéim, most már mehetnétek valahova odébb is, vagy esetleg mondjuk beállhatnának dolgozni, vagy valami hasznos dolgot csinálnátok azon kívül, hogy időnként eljártok lopni. Most nem viccesre terelem a dolgot, de tényleg ilyen dolgok is vannak. Tulajdonképpen még a muzulmánok is azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Ebből ugye adottak olyan problémák, hogy a horvát határon felgyülemlettek, ugye Velika Kladusa környékén a migránsok, akik menni akartak át Horvátországba. A Horvátország ilyenkor mit csinál? Visszamutogat. Azt mondja, hogy hát sajnos a bosnyákok nem tudják kezelni ezt a kérdést, és hát ráengedik a horvát határra. Hát ott ugye a földrajzi viszonyok is eléggé problematikusok, mert mindenütt az aknát még nem szedték fel egyrészt, másrészt pedig azért ott a hegyeken nem olyan könnyű átmenni a másik oldalra. Aztán van még egy másik útvonal, az Albánián keresztüli jövetel. Szintén hát ott is muszlim ország, így van, szintén muszlim kultúra. És hát ők is megteltek, tehát ők is azt mondják, hát ott viszont Görögországból mennek át, tehát Görögországba át lehet menni Albániába. Onnan mennek, tehát nem az a cél, hogy Albániába telepedjenek le, hanem szintén Horvátország, Szlovénia és Ausztria. Na most ugye, akkor ha ezt nézzük, akkor látjuk azt, hogy az egyes országok között is némi feszültség keletkezett, és mutogatnak egymásra, hogy miért nem zárod rendesen a határodat, miért nem őrzöd. Hát ebből nyilván vannak problémák.
kevés segítséget kaptak. Most nem hiszem, hogy ez a megoldás ebben, hogy Európai Uniós tagokat kell belőlük csinálni. Addig még nem teljesítik a feltételeket. Tehát én, amikor ezt szoktam hallani, például a magyar médiában gyakran mondják azt, hogy hát föl kell venni az Európai Uniós, akkor mi van? Ha fölveszik az Európa, akkor nem jönnek a migránsok, vagy akkor megállítják őket. Tehát ez az egyik. Hát ráadásul, hogyha bizonyos országok erőteljes hajlandóságot mutatnak arra, hogy egymást revolverezzék mondjuk egy rossz szomszédi viszony esetén a menekültekkel, hát akkor az éppen nem az Európai Uniós normák felé mutat. Tehát ugye lásd, török-görög viszony, görög-észak-macedón viszony, uram, bocsá, Szerbia, Magyarország, ugye? Persze, hát a problémák attól, hogy most Európai Uniós tag lesz, attól nem, attól nem oldódnak az meg. Európai Unió követelményei között ugye benne van az, hogy nem lehet vitája a szomszéd országokkal. Hát emlékszünk rá, kedves nézők is emlékeznek rá, hogy mi is akkor tudtuk aláírni a megállapodást, amikor szerződést kötöttünk a környező országokkal. Most ez hogy működik, hogy nem, az egy külön beszélgetés témája, de megkötöttük. Na most én nehezen tudom elképzelni, elég sok fantáziára van szükség, hogy mondjuk Szerbia azt mondja, hogy Koszovóval köt egy megállapodás. Már pedig szomszédos ország, most a szerbek nem rajonganak azért, hogy most Koszovó egyáltalán létezik, nem is ismerik el. Ettől kezdve az Európai Uniós tárgyalások során ezt a könyvet, ezt a fejezetet nem lehet megnyitni, és itt nincs mit tárgyalni. Tehát ők még azt nem mondja, meg hogy is buknak meg, ezen. Hát tehát azonnal megbuknak az elején. Tehát hát viszont ez például a macedónok, tehát ők hajlandók voltak mondjuk megváltoztatni. Észak-Macedónia, igen. Az országoknak a nevét. Igen, velük meg is indult a tárgyalás, tehát Észak-Macedónia. Tehát ők hajlandóak voltak együttműködni valóban, és tenni is érte valamit. Ugye a görög érzékenységre való tekintettel. Így van, sőt most már azt is lehet hallani, hogy Albániával is megnyitják a fejezeteket, és azzal is tárgyalnak. Hát mondjuk nem tudom, mennyit fog erősödni az Európai Unió Albánia felvételével, ez egy más kérdés. A stabilitás az mindenképpen hozzájárul az, hogyha fölveszik ezeket az országokat. Na most én megmondom, mi itt a probléma. Itt el kell osztani majd a pénzeket. Az azt jelenti, hogy fejlesztési pénzekre kinek és mennyit fognak adni. Most azok az országok, akik újonnan csatlakoznak, arról nem beszélnek erre a témáról, azt oda fogják adni. Most ezek az országok, mondjuk a V4-ek például, jóval kevesebbet fognak kapni az unió következő költségvetéséből. Mert hogy azokat kell segíteni, ti már megkaptátok. Uh-huh. És a német adófizető, meg a francia adófizető, meg akik a Európai Unióba befizetők, azok azt mondják, hogy bocsát, azért a mi pénzüket nem biztos, hogy erre kell csak. Tehát nem fog megnövekedni attól a költségvetés, hogy több tagország lesz, hanem ugyanaz a torta lesz több cikre. Tehát kisebb lesz. Kisebb lesz a tortaszelet az egy főre jutó. Ami amúgy is kisebb lesz az Európai Unióban, a britek kiválnak, hát az Isten tudja megmondani most talán, vagy még ő se, hogy kiválnak-e, vagy nem, vagy mikor válnak ki, de hát a britek keménybe fizetők, tehát Németország után britek, ha jól tudom, a második helyen állnak a befizetést illetően. Na most akkor ezt el lehet felejteni, ezt a pénzt, és hát nyilván ami nincs, azt nem lehet elosztani. De ez egy külön vita lesz, tehát ez még az egy darabig el fog tartani, még ezen különböző szinteken el fognak vitatkozni. De hogy ne kanyarodjuk el itt a lényegtől, ugye ott tartottuk a nyugat-balkáni országok, ugye itt van egy Európai Uniós határ, van egy schengeni határ, ahol van, ahol nincs, ott ugye nincs, de néhány helyen már az is van. Jó lenne, a schengeni határt kibővítenék az új tagokkal, de egyelőre arról sem lett hallani semmi. Például beszéljünk egy kicsit magunkról. Ugye Magyarországot, a magyar állampolgárokat, vagy beszélhetek saját magam nevében elnézést, egyszer első személyben, azt hiszem, sokan gondolkodnak rajtam kívül is így. Például nekem nem esik jól, hogy 15 év Európai Uniós tagság után Ausztria újra bevezeti a határellenőrzést. Hát éppen, hogy a magunk mögött hagytuk azt a régi rendszert, éppen igyekszünk elfelejteni, éppen igyekszünk ugye megszüntetni a határokat és az átjárhatóságot minél inkább megkönnyíteni. Erre most újra határellenőrzésekre kell számítani Ausztriában, vagy ugye az osztrák-német határon szintén bevezetik, legalábbis az alkalomszerű, vagy alkalmi, vagy
vagy kampányszerű határellenőrzés. Szóval hogy van ez? Mert ugye ez egyértelműen összefüggésben hozható ugye a menekült áradatokkal, vagy a menekült helyzettel. Természetes dolog, és az európai határellenőrzés kérdése rendkívül fontos. Na most, hogyha nem tudják megvédeni a külső határokat, akkor minden nemzetnek joga van a belső határokat. Ezt az egész megállapodást, a schengeni megállapodást föl lehet függeszteni, és azt lehet mondani, hogy ideglenes határellenőrzést vezetek be, amit utána meg lehet hosszabbítani. Tehát tulajdonképpen ez vétele lehet, mert úgy értékeli az ország vezetése, hogy a határokat meg kell erősíteni. Most mikor van ez és hogy van? Hát természetes dolog, hogy ez a schengeni határokon belül van. Hát amikor mondjuk az osztrák vezetés úgy látja, hogy elég sok ember jött át mondjuk Szlovéniába vagy Magyarországra, és mondjuk mérik azt, hogy mennyien mennek be Ausztriába illegális módon, vagy egyáltalán normál forgalommal, de okmányok nélkül, tehát végül is illegális módon. Tehát prognosztizálják, amikor várható az ő határukon egy nagyobb nyomás. Azt mondják, hogy na most sokan jöttek a múlt hónapban, akkor bevezetjük a részleges ellenőrzést. Ez ugyanolyan, mint az amerikaiak csinálják, onnan vették át szerintem ezt az ötletet a vízumpolitikájukkal, hogyha nagyon sok olyan ember érkezik adott országból, akik utána elfelejtenek hazamenni, és nem jönnek rá, hogy ma 30 nap letelt, akkor bevezetik a vízumkényszert. Na most az osztrákok meg azt mondják, hogy bevezetjük a határellenőrzést. A németek figyelik az osztrákoknél lévő mozgást, és hogyha azt látják, hogy Ausztriába több ment be, menekült, vagy migráns, akkor nyilván ők is bevezetik a célirányos ellenőrzést. Ez nem azt jelenti, hogy most mindenkit tetőtől talpig végigvizsgálnak, és vám meg minden van, hanem személyazonosság megállapításáról van szó, és hát általában az olyan autókat, mint tudom, kis busz, sötétített ablak a személyautóknál, és hát akkor nézzük már meg, hogy egyáltalán kivel nem látom. Tehát amíg embercsempész gyanút vetnek fel. Persze, egy rutinos határrendőr azért látja, hogy ezt meg kéne nézni, mert ez gyanús, ez meg rántom, mert ezt meg ismerem, mert minden nap megy be átjáró, azokat nyilván nem nézik meg. De hát, hogyha van egy olyan személy a kocsiba, aki azt mondja, hogy hú, ez nem biztos, hogy kifejezetten mondjuk magyar származású, vagy éppen szlovén, akkor álljunk félre, és akkor azokat megnézik. Sima ellenőrzés, és most már ugye kiépült olyan okmány ellenőrzés, ahol meg tudják állapítani azt, hogy esetleg hamis okmánnyal van, hányszor volt már itt, nincs kitiltva, tehát lepriorálják az illetőt, és hát nyilvánvaló, hogy az ország védekezik. Én azt hiszem, hogy ebben semmi olyan nincs, amit el kellene ítélni, függetlenül attól, hogy ez nyilván a magyar állampolgárokat is érinti, és akik járnak át dolgozni nem kevesen Ausztriába, különösen az ország nyugati részéről is ingáznak, hát azok ezeket tapasztalják, vagy tapasztalni fogják, amikor bevezetik az ellenőrzést. Most a sokat vitatott déli határvonal megerősítése Magyarország déli határainál, tehát ugye ez a 170 kilométeres szerbiai kerítés, az tulajdonképpen a schengeni határok megvédése miatt van, nem? Tehát az európai normákkal nem ellentétes végső soron. Nem ellentétes. Tehát Magyarországnak feladata is az, hogy a schengeni határokat sokkal szigorúbban és erőteljesebben minden országnak jogában van a saját határának, sőt nem jogában van, kötelessége a saját határának. Mint ahogy Ukrajna felől is, tehát ugye az ukrán-magyar határ is egy ilyen. Persze, ezen nem vitatkozunk, hát ott görögöknél is van ilyen, ahol védik komolyabban a határ, több bolgároknál is van, ott is van kerítés, és törököknél is van, hát az olyan helyeken, hát nyilván több ezer kilométert azért nem van egyszerű dolog kerítéssel megoldani, de hát azt el lehet mondani, hogy az ország határának a megvédése az adott államnak a feladata. Tehát azt mesébe szokták mondani ilyeneket, hogy majd az Európai Unió megvédi, meg hát a Frontex 10 000 emberre megvédett, hogy védem meg 10 000 emberre? Hát Magyarországon többen foglalkoznak határőrizettel, mint a Frontex összlétszáma. Tehát ez tulajdonképpen nem egy komoly felfogás, de hát... Tehát ez nem csak önvédelem, hanem tulajdonképpen az európai kötelezettség teljesítése, és az más kérdés, hogy vitatható eszközökkel. Ugye hát, hogy a vitatható eszközökkel, nem transzparens módon, igen, tehát igen. Ebbe azért bele lehet kötni, bele is kötnek, elég rendesen. Költségvetési problémák, meg egyéb, igen. Sajtó nyilvános, nem nyilvános, oda lehet menni, nem lehet menni. Szóval éheztetik, nem éheztetik, ugye a tranzitzónában rekedtek, vagy ott tartottak, kapnak-e ellátást, nem kapnak ellátást, hát, ugye hát, ez sok nemzetközi felháborodás.
és megfelelni a szemületki szabályoknak, azt mondták, hogy menjek oda az újságírók, nézzék meg, jöjjenek külföldi, de nálunk ilyen nincsen. Tehát tükezve jogosan merül fel az a kérdés, hogy vajon hol van itt a transzparencia. Uh-huh. Ezt azért nehéz megindokolni. Na, akkor most itt jó, lépjünk tovább, még akkor az első helyen. Még mindig az elsőnél vagyunk, de azért van még legalább kettő nagy. Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy innen jön a legnagyobb veszély arra az esetre, ha a török EU viszony megromolna még jobban, tehát még többen jönnének. A következő, a második hely, ugye, hát ez az a olasz vonal, tehát a főként Líbiából érkező, mert hogy távolságban az van a legközelebb, illetve hát ott a Lampedusa szigete, ott van Szicília, tehát egy-két helyre még azok szigetekre el tudnak menni, bár a szigetekre már nem nagyon mennek, mert az is tele van, illetve hát Málta, mint önálló ország, meglehetősen sok menekülteket fogad be, illetve enged át. A másik oldalról ugye Tunézia, illetve Líbia felől másik oldal Líbia, hát a legveszélyesebb egyértelmű a Líbia, tehát ezen azt nem nincs mit vitatni. Tunézia esetében is jönnek egy páran, de azért nem olyan nagyon sokan. Hát Tunéziában most meglátjuk a választások után, mennyire változik a helyzet, és pozitív irányba lesz a változás, vagy nem, ez most még korai megítélni. A sajtóban egyébként Libia. Pont ez a földközi-tengeri útvonal kap a legtöbb nyilvánosságot, mert ez az, ami a mondjuk a óceán másik oldalán, vagy a föld másik végén is eladhatóan látványos ugye, képeket produkál, amikor ugye az olasz vízi határőrség kimenti a földközi-tengeren napok vagy hetek óta hányódó ugye, menekült hajókat, csónakokat, és kényszerből úgymond befogadják őket, de igazából nem nagyon tudnak mit kezdeni velük, vagy nem akarnak, vagy túltelítettek már ugye az olasz táborok is. Lévek sok támogatást kaptak, főleg Olaszországtól, de az Európai Uniótól is, de attól függetlenül nem fogják vissza. Tehát közel sincs olyan helyzet, hogy azt lehetne mondani, hogy Líbia megakadályozza azt, hogy menjenek Európába menekültek. Na most náluk nagyon sok ember van, az azt jelenti, hogy akik menekülnének, illetve jönnének Európába, ez a nagyon sok, az olyan 2 millió körül van, tehát nem kevés. Na most ezeket visszaküldeni majdnem lehetetlenség. A helyzet az, hogy a libeknek úgy egyáltalán nem áll szándékában az, hogy megakadályozzák, hogy eljönnek. Tehát úgy félrenéznek is, mehetnek ezek a különböző hajók. Bocsánat, tehát ez beviszik őket egy darabig az embercsempészek, azoktól lesz. A Kadhafi rendszerben nem így volt. Mert a Kadhafi rendszerben be sem mentek. Tehát a Kadhafi rendszerben bementek vendégmunkásnak például, ja, az és aztán hazamentek, vagy letelepítették őket, vagy munkát adtak nekik, vagy menekült táborokba zárták őket, vagy visszatoloncolták őket. Tehát ugye Líbiának működött ez a természetes szűrő, vagy zsilip funkciója Európa felé, tehát Európának egy nagyon komoly védő bástyáját képezte. Most Európa tökéletesen nagyon hatékonyan lerombolta. Ez sikerült tökéletesen tönkretenni, és nem is érdekli a libeket azt, hogy most onnan jön ide Európába. Hát annyira nem ebben vagyok ezen meglepődve. Én sem vagyok meglepődve, most ebben a témában nem is nagyon tárgyalnak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bármelyik országra, hogy majd létrehozunk ott egy tábort, ahol a délről jövő embereket összeszedjük, aztán majd ott biztonsági ellenőrzés, ezeket felejtsük el. Egyetlen egy ország nem mondta azt, hogy ők befogadnának ilyeneket, ő országokból nem lesz menekültábor, és nem is lesz börtön, tehát egyik ország sem hajlandó ilyesmire, tehát ilyesmire fölösleges beszélni is egyáltalán, hogy a külső határok megvédése különböző hotspotok létrehozásával, mert ez nem működik. Tehát akkor melyik határt kell védeni? Hát nyilván az ország határát belőle. Hát most a tengeren azért sok érdekes véleményt hall az ember időnként a médiában, hogy tengeri határt is ugyanúgy meg lehet védeni, mint a szárazföldi határt. Az, aki ilyeneket mond, az nem ismeri a kettő között a különbséget, hogy mekkora különbség mondjuk egy országúton menni, vagy mekkora különbség egy vízen menni. Sokkal nehezebb az igazság, de az is benne van persze, hogy műszerekkel azért sok mindent lehet ellenőrizni, és egy műszert jobban lehet használni a vízen, de odaérni már nem, és hát helikopterek sem állnak korlátlanul rendelkezésre. Az egyébként ezek az úgynevezett... Hát meg jóval szélesebb a határvonal, úgymond. Hát most ez a horizont. Több száz, vagy több ezer kilométernyi tengerfelületet megvédeni. Hát ez nem van egyszerű dolog. Folyamatosan hajóblokádot kellene fönntartani a földközi tengeren? Ez nem van egyszerű dolog, mint ezt Móriczka elképzeli. Tehát ez egy sokkal komolyabb dolog ennek a védelme. Ehhez kell egy légi ellenőrzés is. Na most
ami ezeket a úgynevezett menekült kiszolgáló hajókat illeti, nálunk úgy szokták mondani, hogy migráns hajók, ugye, ezek nem nagy létszámúak, tehát 9 darab van összesen, abból 3 német. Hát ezeket most ugye előfordult egy időszak, amikor Salvini úgy döntött, hogy olasz kikötőben nem jöhetnek be. És sokan azt mondták, hogy hát ezzel tulajdonképpen védeni lehet a határokat, és akkor nem fognak többet Európába jönni, hát ebből természetesen nem lett semmi, és egyetlen egy hajó sem maradt a tengeren, mint ahogy a repülőgép sem maradt fenn a levegőbe, így a hajó sem maradt fenn a tengeren, mert valamikor ki kell kötni, föl kell tölteni, el kell látni, tehát ezeket a hajókat, meg főleg az ezzel lévő embereket, hiába tiltottam meg a Salvini, hogy nem jött be olasz kikötőbe, végül is valóban mind elvitték. Legfeljebb 2-3 hetet hánykolódtak a tengeren, aztán vagy Franciaországba, vagy Spanyolországba, de kikötöttek. Tehát ezek egy sem ment vissza Líbiába. Elsődlegesen ezek nem menekült mentőhajók a funkciók szerint, hanem akkor blokkált hajók lettek volna, de aztán átmentek mentőhajóba, ha jól értem. Hát nem, mert ezek kifejezetten ember szállít, tehát embermentést szolgálnak ezek a hajók. Hát aztán, hogy most ezeknek milyen a kapcsolata az ember csempészekkel, az egy külön téma, de hát azt viszont már a hatóságoknak meg kéne tudni állapítani, meg figyelni kéne, ami szintén nem működik olyan nagyon. Ráadásul ugye volt egy olyan időszak, amikor az Európai Uniónak a három műveletét, ami van, kifejezetten határ, illetve folyami védelmi céllal, hát ezt a projektet leállították, aztán utána most megint visszahozták, tehát most már a helikopterek, illetve a hajók, a járőrhajók azok járnak a földközi tengeren. A többi kérdés pedig az, hogy most mennyien jönnek, vagy nem jönnek, hát most szerencsés időszak következik, már ebből a szempontból, mert nyilván kisebb hajókkal télen elindulni meglehetősen kockázatos is. Tehát Afrika felől nem fog egy extrém nagy nyomás nehezedni most a dél-európai földközi tengeri határokra? Most nem ez a lényeg, hogy onnan hányan jönnek, hanem az a lényeg, hogy mennyire tudják visszafogni, ezt hogyan tudják szabályozni, illetve hát a fő kihívás most jelenleg a Nyugat-Balkán, tehát akár egy is nézzük a dolgokat, ez egy komoly problémát jelent. A következő gond az, hogy ugye Spanyolország, hát itt elsősorban nyilván Marokkóból jönnek az emberek, és Gibraltárnál, leginkább. Hát ott a legkeskenyebb. Vagy attól valamilyen olyan irányba, meg Gibraltárt azért lehet őrizni rendesen, tehát azért nem olyan. Azt könnyebb lezárni is. Könnyebb lezárni is, persze, úgyhogy lehetőleg nem ott mennek, mert ott egyből karjaikba futnak, akik őket megállítják, hát ad a környéküken, tehát arra. Hát Spanyolországnak van egy befogadó képesség, van egy szándék, Portugáliánál is van, tehát ott is örömmel várják az embereket, meg főleg a munkaerőt szeretnék, mert meglehetősen rosszul állnak, de hát ezt is szabályozott formában. Spanyolországban és Portugáliában melyik afrikai országokból áramlanak jellemző módon menekültek? Hát az Észak-Afrika. Algériában gondolom. Hát a francia nyelvterületről. Francia nyelvterületről? Igen. Hát aztán most olyan nagy inváziót arról nem lehet hallani, de hát ebbe közrejátszik az is, hogy ott van egy szűrő, úgy hívják, hogy Marokkó, ami azért megfogja az embereket. Tehát ott azért nem úgy közlekednek a kikötőkbe hajók kifelé, mint Líbia esetében. Tehát Marokkóban, a marokkói kikötőben van egy szigorú ellenőrzés, hát egy hatóság, a kihajózásnál? Ami azért mielőtt kimegy a marokkói hatóság azért nem úgy működik, mint a líbiai hatóság. Nem lehet összehasonlítani. Az egyik egy működő hatóság, a másik meg nem foglalkozik vele. Az is működő lenne, akarnák, de nem akarják, hogy működjön, tehát nem működik. Líbek is meg tudnak csinálni, akarnak, de nem akarják. A marokkóiaknál hát az egy működő ország, határvédelemmel, határrendészettel, mindennel, tehát ott megkérdezik, ha valaki a hajóval el akar menni valahova, vagy hova tetszik menni, vagy honnan tetszett jönni, tehát azért föltesznek különböző kérdéseket, meg hát persze nyilván a szárazföldön is mennek, ott ugye 3 hely, ahova könnyen be lehet menni, mert Európához tartozik, és hát tulajdonképpen ez nem annyira feszítő helyzet, ami az európai menekült áradatot illeti.
sem mennyiségben, sem minőségben, vagy akciókban nem voltak olyan válságos vagy hisztérikus helyzetek a spanyolországi menekült behajózásnál, mint akár Olaszországban, akár a nyugat-balkáni szállásfoglalatban. Azt mondom, hogy viszonylag simán mentek. Tehát volt egy-két. Mivel magyarázható ez Spanyolországnak ekkora a munkaerőhiánya, vagy ennyire liberális a politikája, vagy egyszerűen akkora hatalmas lakatlan területekkel rendelkezik, hogy bőven elférnek a... Azt hiszem, az utóbbi benne van. Tehát ott nagyon kell a munkaerő. Jó nagy területek vannak, ahol azért kellenek emberek, tehát ők be tudják fogadni. Na most, hogyha nyelvi dolgokat nézzük, hát ha valakit frankofón eredetű és tud franciául, pillanatokat megtanul angolul, vagy bocsánat, megtanul spanyolul, és nem okoz különösebb problémát nekik. Ez. És hát eleve befogadó ország, persze megfelelő határok között. Tehát azt azért nem nagyon szeretik, amikor ilyen gumicsónakokon megérkeznek a strandokra, amit lehetett látni néhány felvételen. Hát aztán utána ezt az egész kérdésnek a kezelésére ugye most azzal, hogy sajnos megnövekedett az olasz irányba jövő, illetve hát egyáltalán a mediterrán térségben is a délről érkező menekültek száma, ugye kitalálták azt az a négyes találkozón, hogy hát megint a kvótarendszert vissza kellene hozni, el kellene osztani, mert ezek az emberek azt mondják, hogy hol van itt az európai szolidaritás. Mi befogadjuk, oké, rendben vannak, nyitva vannak a kikötők, de hát szeretnénk, ha ezt tőlük valaki átvenni. Most ennek a megvalósítására nem sok önként jelentkező volt, ha jól nem hiszem, 7 ország mondta azt, hogy igen, ő ebből benne van, elfogadja. Most itt valamit ki kell. Nem lehet az, hogy a kvótarendszert megvétózó, vagy akadályozó, vagy fékező, jellemzően kelet-európai országok élnek azzal a gyanúperre, hogy kérem szépen, hogyha nyugat-európai országok csak a tejszínhab krémjét akarják lefölözni, és azt mondják, hogy mi befogadjuk az értelmiségieket, a szírorvosokat, a mérnököket, a jól képzett szakembereket, a többieket pedig osszuk szét igazságosan kvótarendszerben. Darab-darab, akkor lehet, hogy erre azt mondja Szlovákia, vagy Magyarország, vagy Lengyelország, hogy hát kérem szépen azért ne nézzenek minket hülyének, tehát hogy ezt nem hát így Szerintem ez is benne van. Ez is benne van, és hát rugalmasabban meg lehetne ezt azért oldani, mert nem mindenkit piszkálnak azért itt, titásokban mi vagyunk a célpont ezen a területen, amiből elég sok kellemetlenségünk származhat. Adott esetben, különösen a pénzek elosztásakor, vagy amikor arról van szó, hogy hogyan kell ezt hozzájárulni, lehet pénzzel is. Na most ugye nálunk kitalálták azt, hogy majd mi a kiszállításból veszünk részt, hát ezt még én megvárom, ez egy érdekes dolog lehet, meddig még senki nem kérdezte meg, hogy hát ha Magyarország elszállításból vesz részt, akkor hogyan csinálja. Tehát ezt Németország és Franciaország nem tudja megoldani, hogy a nála lévő fölösleges embereket vissza toloncolja oda, ahova kell nekik menni, vagy ahonnan jöttek, akkor egy olyan ország, mint Magyarország, ezt hogyan tudja megvalósítani? Első kérdése mivel? Mert mondjuk... Eszközei nincsenek? Hajóflottánk nincs. Repülőflottánk, légiflottánk az elszállt, ugye? Tehát valévad elszállt. De valévad elrepült, igen. Tehát repülőgéppel magyarul nem rendelkezünk, de ez még a kisebbik probléma. A nagyobb probléma az, hogy ez azért nem működik, mert a másik végén, ahova vinni akarják, nincs befogadó képesség. Képesség lenne, szándék nincs. Hát azt mondják az afgánok, hogy ők köszönik szépen, ők nem fogadnak. Ezek azért mentek el innen, hogy ne itt ebbe az országba élnek, most minek hozzátok ide, nekünk nem kell. Vagy kérünk per fő ennyi pénzt. Vagy ehhez hozzá lehet járni pénzzel? Hát nem tudom, hogy ez hogyan működik. Ugye ez is elhangzott nálunk. Valamilyen megoldást találni kell. Tehát az, hogy teljesen kizárja magát néhány ország, az azért nem működik. Mert akkor igen, azt mondja, hogy akkor nem kell büntetés fizetni, viszont ennyit levonunk az apanásból. Uh-huh. És akkor már is megvan. Tehát gazdasági eszközökkel rá lehet azért kényszeríteni országokat arra, hogy fogadjanak be menekülteket? Nem okoz problémát. Csak hát itt ugye azt is látni kell, hogy ez a visszaszállítás, ez nem egy működő dolog. Németek elkezdték ezt egyébként repülőgépekkel, de valószínűleg igen, nagy tömegeket azért nem annyira hatékony repülőjáratokkal visszaszállítják. Na most az is, hogy akik jönnek szétosztással, ugye hogyan történik ezeknek az ellenőrzése, hát nyilván ezt az az ország ellenőrzi, ahová viszik. Igen. A célország.
Igen, aki befogadja. De hát ebben az esetben ugye nem lehet szétengedni az embereket, hanem be kell zárni valami helyre, ahol végre kell hagytani az ellenőrzést. Alig maradt pár percünk, és most nem tudtunk még foglalkozni eddig a török háborús helyzettel. Csak több mondatokban, mi várható a migrációs nyomás növekedése szempontjából az újonnan kirobbant szíriai háború jelesül, tehát a török-kurd háború, vagy kurd-török háború szempontjából. Egyrészt azok a dominó elven otthonaikat feltehetően hamarosan elveszítő arab, szír és egyéb etnikumok, akik kénytelenek majd menekült tábor után nézni, illetve befogadó országot keresni. Másrészt maguk a kurdok, akik ugye most az első számú célkeresztben vannak ennek a török inváziónak, amit persze Törökország el sem ismer, hogy invázió, mert a terrorizmus ellenes harcnak tekinti. De ez ugye pikáns a helyzet, hiszen ebből a térségből pont Törökország rendelkezik a nagy menekült táborokkal, de hogyha ő maga üzi el Szíriából ugye a kurdokat és más etnikumokat, hát nagyon valószínű, hogy ő maga nem fogja befogadni őket a saját országában, és menekült táborokban ugye eltartani. Tehát hát jogos, mi várható ez? Rendkívül jogos és nagyon kényes kérdés, tudnék ennek a megoldása nehéz. Hát azok a kurdok, akik most kénytelenek elhagyni falvaikat, városaikat, nyilván nem fognak menni Törökországba és Törökországon keresztül Európába, ez nem logikus. Hát törökök nem engedik be, törökök lezárják a határt. Pláne azon a területen a hadművelet van, hogy nyilván lezárva a határt, se kisebb senkinek, vagy legalábbis külön engedélye lehet menni. Tehát arra nem tudnak menni. Hova tudnak menni? Hát tudnak menni déli irányba, tehát az úgynevezett belső menekültek száma fog megnőni, magyarul helyváltoztatás történik Szírián belül, és elmennek arra a területre, ahol az életfeltételek többé-kevésbé biztosítva vannak. Hát, hogyha megegyeznek abba, hogy egy-két menekültábort itt is létre fognak hozni, akkor ott megoldható mondjuk nemzetközi segítséggel, és ez mindenképpen egy igénybe fogják venni az ENSZ-et. Aztán elmehetnek olyan országokba, ami nagyon nehéz, mert tele vannak, mondjuk például Libanon. Az már, hát ott minden hatodik ember menekül. Tehát oda még újabb embereket és kurdokat befogadni, én elég nehezen tudom elképzelni. Aztán hát délen ott van Jordánia, párat befogad. Nyilván Izrael is valamennyit, keveset, korlátozott. Nyilván nem sokat, egy pici ország. Golán felsíkra, a drúzok mellé tudnak telepíteni, még mert ott azért van helyműven, de tömegével nem. Tömegével hát nem. Ezért mondom azt, hogy a normálisabb dolog az lenne, ha ezt a szerencsétlen gyakorlatot, amit most bevezetett az Erdoğan elnök, leállítanak és befejeznek a háborút. Tehát ennek semmi értelme nincsen, ez újabb feszültségeket fog okozni, újabb problémákat fog hozni magával, aminek a kezelése rendkívül nehéz lesz. Ezt viszont lokálisan szinte biztos, hogy nem fogják tudni megoldani. Nagyhatalmi beavatkozás nélkül nem várható azt, hogy ezt a konfliktust sikerül lezárni. Nem, itt valahogy össze kell fogni a nagyoknak, de hát mondjuk az amerikai és orosz részű nagy szándékot nem látunk erre az egész kérdés megoldására. Talán valamit enyhül esetleg az amerikai elnök, meglátjuk, mit fog segíteni, de hát Amerika sem fogja befogadni innen a menekülteket, az egészen biztos. Tehát itt a megoldás a háború helyett a tárgyalással rendezni a kérdést. Ha azt sikerülne, akkor nem kéne menekült válsággal foglalkozni. Egyik probléma hozza magával a másikat ugyanis. Az Európai Uniónak és a NATO-nak is azt hiszem, hogy nagy, és az ENSZ-nek is nagy szerepe lesz hát a következő hónapokban. Különösen az ENSZ-nek lesz nagy szerepe, mert közben ugye a szíriai helyzet rendezése kapcsán ugye Genfben folynak a tárgyalások ENSZ égisze alatt, és hogyha ezt valami eredményt hoz, akkor lehet valamit változtatni, de úgy néz ki, hogy Erdoğannak a elképzelései eléggé határozottak, most pillanatnyilag. Reméljük, hogy nem az ő elképzelései fognak megvalósulni, még hogyha annyira határozottak is. Inshallah. Ahogy Isten akarja, úgy legyen. Kis Benedek Józsefnek köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinknek köszönjük figyelmüket, további szép napot és szép estét kívánunk. Várjuk Önöket a képernyők előtt a jövő héten is. A viszontlátásra.